Elsőnek Dövényi Zoltán professzorodat fogom fölkérni terepipára geográfus eladása megtartására. Én nagyon röviden minden eladót azért szeretnék mutatni. Dövényi professzor úr egyik kedvenc terület, azt hiszem nyugodtan lehet mondani, a történeti földrajz, politikai földrajz, de nyilván az egész tevékenységgel részben az akadémián belül, részben pedig a földrajz intézeten belül, ennek nyilván szélesen spektrumú, és mind a mellett ő a földtudományok doktoriskolának a vezetője, számos doktorandus témavezetője, és megkérdezik, hogy elmondás. Tisztelt elnök úr, Teleki család jelenlegi tagjai, hölgyeim és uraim! Mindig bajban voltam a technikával. Egy jó híret kezdtem. Az előadásom elsődleges célja nem az, hogy Teleki Pál szakmai munkásságát milyen számban megmutassa. Ha ez lett volna a célom, akkor az előadásnak azt a címet adom, hogy Teleki Pál a földrajz tudós. Az előadás címe Teleki Pál a geográfus. Ami azt jelenti, hogy itt nem csak arról beszélnék, hogy a földrajz tudós milyen eredményeket ért el, hanem ennél többről lenne szó. Teleki Pál habitusáról, tudományhoz kötődő kapcsolatairól. Tehát tágabban értelmezem a feladatom, mint hogy egy földrajz tudós pályafutását bemutassam. Végül is úgy gondoltam, hogy öt szempontból közelíteném meg Teleki Pált a geográfust. Ezek a következők: pályaválasztás, földrajzi kialakulása, szó lenne a földrajz tudósról, szó lenne az egyetemi tanárról, tudományszervezőről, és végül feltennék azt a kérdést is, ismerve Teleki egész pályafutását, hogy akkor ő mi volt valójában, geográfus politikus, vagy politikus geográfus. Az első téma, amit egy kicsit körüljárnánk, hogy a pályaválasztás. Miért lett Teleki Pál éppen geográfus? A Teleki család pályafutását megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából két terület volt, ami a család tagjait a különböző korokban nagyon érdekelt, az egyik a politika, a másik a tudomány. A mi szempontunkból most nyilvánvalóan tudomány az érdekesebb, de ha erről az oldalról közelítjük meg, akkor Teleki Pálnak inkább történésnek kellett volna lennie, hiszen a családban hagyományosan többen voltak történészek is. Ugyanakkor viszont ott volt a nagybátyja, Teleki Sámuel, az Afrika utazó, és tudjuk Teleki Pál visszaemlékezéséből, hogy annak idején gyerekkorában, 8-10-12 éves korában rajongva hallgatta nagybátyja elbeszéléseit. És volt egy olyan elképzelés a fiatal korában, hogy talán ő is felfedező utazó lesz. Tehát már viszonylag közel áll a geográfia, de mégsem ugyanaz. A politika iránti érdeklődését is a családból hozta, és ennek van földrajzos vetülete is, a kezdetben is, és a pályafutása végén is. Úgy gondolom nem véletlen, hogy államtudományi doktorátusi dolgozatát az elsődleges államkeletkezés témaköréből írta, ez politika is és földrajz is. Én nem vagyok ilyen az összeesküvés elméleteknek, ezért úgy gondolom, hogy az ő pályaválasztásában szerepet játszottak bizonyos ifjúkori olvasmánya is, ifjúkori kalandregények. Például egyetemi tanárként is emlegette, hogy Karmály, vagy hogy magyarosan mondjuk Mai Károly regényeit, a világ egzotikus tájai játszódó regényeit nagyon szívesen olvasta, és ebből bizonyos ihletet merített a jövőre vonatkozóan. Ami nagyon fontos, és nem igen tudjuk, hogy ez érdeklődése hogyan alakult ki, gyerekkorától kezdve nagyon kedvelt a térképeket. Úgy indult a pályafutása, hogy talán térkartográfus történet lesz a fő témája. Első igazán nagyhatású munkája az éppen kartográfia történeti volt, a japán szigetek kartográfiájának története. Ezzel lett tulajdonképpen nemzetközileg is ismert név, de nem mint földrajzos, nem mint geográfus,
hanem mint kartográfia, történész. Arról mindenképpen említést kell tenni, hogy geográfusi pályafutására nagy hatást gyakorolt első mester Róczi Lajos, akivel 19 éves korában ismerkedett meg. A nagyvárosi legenda szerint az édesapja vitte el Róczi Lajoshoz, hogy hát ez a gyerek érdeklődik a földrajz iránt, akkor szeretne itt földrajzot tanulni. Tehát nagy hatása van egész pályafutására Róczi Lajos munkásságának, de nem a szakmai oldalról, hiszen Lóczi kőkemény természeti földrajzos geomorfológus, Teleki Pál egy másik irányát képviselt a földrajznak, de a mester-tanítvány kapcsolat az Teleki egész pályafutását végig kísérte. A második megközelítésünk a földrajztudós. A tudós esetében nehéz eldönteni, mikortól tudós, hiszen mindenkinél vannak pályaválasztási évei, ezek sokszor a tévejtés évei is, keresik a témájukat, hogy akkor mivel is foglalkoznak. Ez megvan Teleki Pál esetében is. Az első publikációi még ilyen felfedezés történetek, a Novaja Zemljával, Újfölddel, akkor ázsiai felfedező utakkal foglalkozik, ezekről írja első publikációi. Tehát amikor úgy gondolta, hogy felfedező utazó lesz. Utána jön ez a kartográfia történeti munkásság. Több éven keresztül kutatott Európa különböző könyvtárában, mire ez a gyönyörű munka összeáll. Tehát tudjuk, hogy nem az élet híres. Tehát azt a pontot, vagy azt a időszakot kell megtalálnunk, amikor ráfordul arra az irányra a kutatásaiban, ami aztán végül is híressé tette. Úgy gondolom, hogy ez valamikor 1910-es években történik meg, amikor fölfigyel az akkor még nem túlságosan elterjedt gazdaság földrajzra. Ha megnézzük, hogy 1910 tájra a magyar geográfiát mi jellemzi, hát ez a Lóczi-féle vonulat elsődlegesen, amit némi iróniával kövek földrajza néven is emlegetnek, tehát a kőkemény geológiai alapon művelt természeti földrajz vagy geomorfológia. Vannak kezdeményei az antropogeográfiának is ebben az időben. Cirkusz Géza nem mindig áldásos tevékenysége ezt jelzi, de hogy a gazdasági földrajz mennyire fontos lehet a jövő geográfiájában, az Teleki Pál nagy fölismerése az 1910-es évek táján. Ilyen irányú főcsapás irányra való ráfordulását jelzi, hogy 1911-ben már javaslatot tesz arra, hogy a Magyar Földrajzi Társaság keretében alakuljon meg egy gazdaságföldrajzi szakosztály. Ez éppen 100 évvel ezelőtt, durván 100 évvel ezelőtt, 1912. januárjában meg is történt. A Magyar Földrajzi Társaság első szakosztály éppen a gazdaságföldrajz, és ebben Telekinek nagy része van. De igazából Teleki nem ezáltal lesz gazdaságföldrajzos, hanem azáltal, hogy 1912 őszén Csornoki Jenő társaságában egy két hónapos tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban. Amit ott látott, az alapvetően megváltoztatta az addigi nézeteit, és ettől kezdve mondhatjuk azt, hogy Teleki gazdaságföldrajzos, illetve hogy megtalált egy olyan kutatási területet, ami aztán élete végéig elkísérte. Néhány fontosabb munka kutatásainak ebből az irányában, tehát a gazdaságföldrajz. 1922-ben megírja az Amerika gazdasági földrajzát, ez elsősorban az Egyesült Államok. Aztán 1927-ben általános gazdasági földrajz című munkája. 1936-ban pedig a gazdasági élet földrajzi alapjai. Ez egy 750 oldalas monumentális munka, érdekes a megszületésének a körülménye is. Ugye Telekinek nem nagyon volt ideje arra, hogy írja. Ezért több könyve is úgy jelent meg, hogy tanítványai, kamorusai, tanársegédei, egyetemi előadásai leírták, összeállították, és így lett könyv belőle. Ezt a két kötetes munkát is két tanársegéd, a Kok Ferenc és a Kádár László jegyezte le, és így kerül sajtóra. Teleki munkáira általában jellemző, és a gazdaságföldrajziakra különösen, hogy nem könnyű olvasmány. Tehát ahhoz, hogy Teleki az ember megértse, először meg kell érteni Teleki Pál gondolkodás menetét, gondolkodás módját, utána már egyszerűbb a dolog. De ide eljutni nem egyszerű. Úgyhogy nem véletlen, hogy valamelyik közkönyvtárunkban meglévő példányának a gazdaság életföldrajzi alapjai, egy ismeretlen olvasó odaírta az egyik lapra, hogy istentelenül nehéz.
Hát, hogyha nekiugrunk Teleki könyveknek, akkor mi is odaérhetjük, hogy istentelenül nehéz, de inkább merokkáljuk a könyvet, egyszerű megtanulni Teleki gondolkodásmódját. És itt tennék egy kitérőt. Tehát ez a gazdaság földrajzal azt mondhatjuk, hogy Teleki megtalálta az egyik fő kutatási irányát, de itt van még egy érdekes közjáték. 1913-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választja. Az általam ismert tudománytörténet, Telekivel foglalkozó munkák, ezt így regisztrálják. Igen, 1913 áprilisában Teleki Pál Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. Egy kivonást azonban senki sem végzett el, 1913-ból nem voltak ki 1879-et, mert akkor kiderül, hogy hát még nincs 34 éves sem, tehát krisztusi korban lesz Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az összes magyar geográfus közül, napjainkig eljöve, messze ő a legfiatalabb legfiatalabb akadémikus, mestere Lóczi Lajos, és csak 39 éves korában lesz akadémikus. Persze a Teleki család korábbi akadémikusait nézve azért nem ő a legfiatalabb, gondoljunk arra, hogy Teleki László 25, Teleki Domokos 26 éves korában lesz akadémikus, de ott még az 1830-as években vagyunk. Ami viszont még ebben a fiatalkori akadémikussá választásban az érdekes, hogy akkor Telekinek nincs igazán komoly életműve. Egy kiemelkedő munkája van, a japán szigetvilág, említ többször említett munkája, de hát ha megnézzük, hogy Lóczi mekkora életmű alapján lesz akadémikus, akkor látjuk, hogy feltűn a dolog. Tehát én fogalmazhatok úgy, hogy egyfajta megelőlegezett bizalom volt a Teleki akadémikussá választása, amit aztán maximálisan meghálál. Gondoljunk arra, hogy 1917-ben tudja csak megtartani székfoglalóját, ugye a háborús évek miatt, és hát ez a székfoglaló kibővítve könyv alapban megjelenik, ez a földrajzi gondolat történet. Ma is talán a legtöbbet forgatott Teleki Pál munka. Tehát ha semmi más nem csinál utána, csak megírja a földrajzi gondolat történetét, akkor is azt mondhatjuk, hogy igen, ez az ember méltó volt arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagja legyen. De hát csinált mást is természetesen, és ezek közül a fontosabbakat említeném csak meg. Teleki joggal tekintett a magyar tájföldrajz megalapítójának. Az, hogy a két világháború közti magyar geográfiát szokták úgy is nevezni, hogy a tájföldrajzi irányzatnak a kiteljesedése, abban Telekinek meghatározó szerepe volt. Most érdekes az ő kapcsolódása a táj fogalmához, ugye ezt a földrajzosok Humboldt óta nagyon sokszor körüljárták, tehát ma sem teljesen letisztultak a vélemények, hogy mi a táj. Teleki elméleti oldalról közelíti meg, tehát alapvetően elméleti ember a földrajzban is, és a sokszor mondott természeti, természetes táj helyett ő elsősorban egy ember által formált táj dimenzióját tartja fontosnak, tehát az ember, mint tájalkotó tényezőt emeli egész rendszerek középpontjában. Na most érdekes, hogy annak ellenére, hogy ő az, aki a tájelméletet nagyon határozottan behozza a magyar geográfiába, ő elméleti úton közelít csak a tájhoz, soha nem ír például tájmonográfiába. Ezt a munkatársai, hallgatói szép számmal megírták. Ha ideje lett volna, akkor biztos, hogy eltávolítik egy kicsit a tájelmélettől, hiszen egy nagyon jól ismert más, nagyon fontos, elméletileg is fontos irányzatokat, a francia körzetelméletet például, vagy pedig Magyarországon elsőként ismerte föl Walter Pistoler központi hely elméletének jelentőségét. Ugye recenziók és stb. Ezt mutatják. A vörös térkép. És láttuk, hogy a gyerekek hogyan rajzolták meg. Ha valaki csak keveset tud Teleki Pálról, akkor valószínűleg összekapcsolik a két dolog, a vörös térkép, a kartrúzs és Teleki Pál. Bizonyosan a legismertebb alkotása. Ez egy módszertani szempontból forradalmi térkép. Így ha megnézzük a térképet, nem látszik rajta semmi különös. Jó, hát etnikai térképet csináltak előtte és utána, és van, aki jobban hamisított volt, aki kevésbé. De Teleki etnikai térképe az, ami módszertanilag és szakmailag megalapozott, tehát elkerülte, megoldotta azt a problémát, hogy hogyan lehet reálisan etnikai térképet rajzolni sok nemzetiségű területekre, ahol ráadásul nagy különbség vannak a népsűrűségben. Tehát ez a térkép úgy készül,
hogy először 15, később 30 rajzoló négyzetmilliméternyi pontossággal vette fel az információkat. Ha ránézünk a térképre, azt látjuk, hogy hú, nagyvörös volt, meg néhány színes. De emögött van egy nagyon kifinomult elméleti konstrukció Teleki Páltól, és mögötte ott van 30 ember több hónapos munkája. Hogy ez a térkép, ez igen szép karriert futott be, ma is emlegetik, ma is használják a módszerét, és még egy következménye lett személyesen Teleki Pál számára valószínűleg, nevezetesen, hogy 1924-25-ben tagja volt a Mosuri olajvidék hovatartozásának eldöntésére összehívott háromtagú bizottságnak. Ez egy komoly elismerés, ezen gondoljuk arra, pár évvel az első világháború után egy vesztes ország képviselőjét meghívják egy háromtagú bizottságban. Ennek az elnök egy svéd volt, és volt még benne egy belga. Végezetül még egy fontos kutatási irányát említenénk. Hogy említettük, hogy államtudományi doktorátus az politikai földrajzi témájú, és az 1930-as években ismét visszatér jobban a politikai földrajzhoz. Ez nyilván nem véletlen. Tehát ez már egy egyre keményedő politikai korszak Európa történetében, és Teleki szükségét érezte annak, hogy az elsőben Németországban Haushofer révén megerősödő geopolitika mellett, amit politikai tudománynak tart joggal, legyen egy politikai földrajz is, ami viszont földrajzi részdisziplína, és ennek a keretében a politikai táj, ugye viszont a tájelmélet, magyarul az állam, mint szerves életegység jelenik meg. Igazából nincs kifutása ennek a kutatási iránynak a életében, hiszen mindössze néhány év az, amikor intenzívebben foglalkozhatott politikai földrajzzal. Az egyetemi tanár. Geográfusi pályaképezés feladat. 1919 végén nevezik ki egyetemi tanárnak a frissen alapított egyetemi közgazdasági karra, itt oktatott kisebb-nagyobb hiátusokkal 1938 tavaszáig, amikor a politika már nem teszi lehetővé, hogy egyetemi oktató legyen, hiszen miniszterség, miniszterelnökség az óriási leterheltség. Hát itt egy kaján megjegyzésem lenne, ha nagyon szigorúan nézzük, akkor Teleki Pált a fennálló jogszabályok ellenére nevezik ki egyetemi tanárnak. Nekünk ugyanis nincs meg a habilitációja. A habilitáció az időtáj, az kőkemény feltétel, van habilitáció, egyetemi tanár, nincs habilitáció, nem lehet egyetemi tanár. Nem tehet róla, hogy sok évvel ezelőtt a Budapest Egyetemről benyújtott a habilitációs kérelmét, és hát akkor a már említett Cirkusz Géza úgy eltette egy fiók mélyére ezt a habilitációs kérelmet, hogy a soha többé nem is került. Na hát különösebben persze nem forszírozták, hogy akkor egy miniszter vagy miniszterelnök lehet egyetemi tanár, tehát végül is az, hogy nem volt habilitáció, később sem lett, ezzel nem foglalkoztak annyira. Rendszeres oktatói tevékenysége végül is szűk másfél évtized. Azt mondhatjuk, hogy Isten igazából 924-től 938 tavaszáig van az a korszak, amikor több-kevesebb rendszerességgel ott volt a katedrán. Professzori habitusának néhány jellemzőit azért érdemes megemlíteni. Iskolateremtő egyéniség abban a szempontból, hogy tanszékére, a gazdasági és politikai földrajzi tanszékre igyekezett minden területen a legjobb előadókat meghívni. Tehát neki nem volt fóbiája attól, hogy mellette más kiváló emberek is előadnak. Nem minden egyetemi tanárt jellemzett az abban az időben, és azt mondom, hogy sem. Tehát a konkurencia kizárásának a technikája azok mindig is megvoltak, Teleki ezzel soha nem élt. Ő törekedett arra, hogy a hallgatói a legjobbat kapják, nem csak tőle, hanem a tanszéken kívül előadóktól is. Elsődleges feladatának a földrajzi gondolkodásmód átadását tartotta, nem pedig azt, hogy statisztikai adatokat meg információkhoz útítson a hallgatókra. Előadásaiban nem a tények ismertetésén volt a elsődleges hangsúly, hanem a problémák boncolása. Rengeteg példát hozott mindig az előadásaiba, egészen
érdekes dolgoktól tudott elindulni, például egy angol főnemesi család reggelibe. Ebből nagyon fontos gazdaságszervezeti dolgokat lehetett vezetni. Például, ami oda került az asztalra reggeli gyanát, a világ melyik részéből származnak a különböző étel alapanyagok. Ez nagyon jellemző volt oktatói munkássága. Ha finoman akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy nem volt magában ragadó előadó. Vannak tanítványai közül, akik azt mondják, hogy hát meglehetősen gyengén akarja a dolgokat. Stilács. Ez egy történelmi bal szerencse, hogy vele párhuzamosan ott van egy Csolnoki Jenő, aki virtuóz előadó. Szerencsére nem egy egyetemen vannak. De aki megismerte Teleki gondolkodásmódját, amire már hivatkoztam, az utána már el se lehetett zavarni az előadásairól, olyan intellektuális mélységű előadásai voltak. Csak hozzá kellett szokni, hogy nem a felszínt kapirkáljon. Nagyon jellemző volt, hogy az előadásaira, hogy egy problémát igyekezett minél több oldalról bemutatni. Tehát nem olyan típusú előadó volt, aki azt mondta, hogy nekem ez a véleményem, akkor más vélemény nincs. Azt is megmondta, hogy én ezt így gondolom, de más vélemények is vannak, és elmondta a egyéb véleményeket is. Ez sem általános napjainkban sem. Nagyon érdekes, hogy előadásain rengeteg szemléltető anyagot használt. Térképek harmadája volt kirakva, a korabeli szinten vetített, amit csak lehetett. Mindenféle segédanyagot osztogatott a hallgatóknak. Úgyhogy az ő előadásai azok roppant mozgalmasak voltak, mert tanársegédek és technikusok nyűgögtek, hogy ezek a technikai feltételek ott rendben legyenek. Volt egy hallgatók által kevésbé íjazott szokása is, hogy nem nagyon törődött azzal, hogy vége van az órának. Mondta tovább, amíg úgy gondolta, hogy azt a témát le nem zárta, hát nyilván a hallgatók azért nem nagyon szóltak ki, hogy hát professzor úr, be kéne fejezni, de nem igazán díjazták a visszaemlékezések szerint. Ami majdnem egyedülálló volt az ő oktatási módszerében, hogy az oktatás súlypontja tulajdonképpen a szemináriumokon volt. Tehát nem arról szólt a történet, hogy a professzor elmondja, és hát a vizsgán vissza kell mondani. Rengeteg szeminárium volt, és azért ne zúduljon rá mindenki a szemináriumára, ilyen feltételek voltak, hogy azok jöttek az ő szemináriumára, akik idegen nyelven tudták olvasni a szakirodalmat. Ez eléggé megrostálta a potenciális jelentkezőket. Ezt végezetül az egyetemi tanárnál egy dolgot kéne felvetni, hogy kialakult a Teleki iskola. Telekinek sok tanítványa volt, nem mindig szerencsés kézzel választottak egyébként, hogy ki érdemes a támogatásra, de elég sok nagyon jól képzett ember kikerült a keze alól. Hát végül is Teleki iskoláról, úgyhogy mester, tanítvány és a tanítványok végigviszik, vagy továbbviszik az ő elképzelését, ilyenről nem beszélhetünk, de ebben elsősorban a történelem a felelős, ugye a történelem elég erősen beletenyerelt Magyarország történelmébe is. És akkor a 1940-es évek végén történik a kommunista hatalomátvétel, utána az egykori teleki tanítványok kénytelenek szétszéledni, pályamódosítás, stb. És évtizedeken keresztül nem számított különösebben jó ajánló levélnek az, hogy valaki Teleki Pál tanítványa volt, netán mondjuk tanársegéde. Hát az említett Kádár László, aki tanársegéde volt Telekinek, az engem tanított a 1960-as évek végén Debrecenben, természetesen földrajzra. Nem emlékszem rá, hogy sűrűn említette volna Teleki Pál nevét akkor sem. Nyilván saját jól felfogott érdekében. Tehát végül is egy virtuális Teleki iskoláról beszélhetünk. Mert akik az ő iskolájából kikerültek, lehet sorolni a neveket, azok a szívük mélyén mindig megmaradtak Teleki tanítványoknak. Amikor már lehetett erről van beszélni, a visszaemlékezésekről ez kiderül. Hogyan az időben lenni? Jó. A tudomány szervezőről röviden. Ilyen irányú tevékenysége is rendkívül kiterjedt, ezek közül csak a fontosabbak. Az első világháború után az úgynevezett béke előkészítő iroda megszervezése és annak abban folyó tudományos munka irányítása. A tudomány emberei közül valószínűleg Teleki Pál volt az első, aki még az első világháború utolsó hónapjában felismerte, hogy a békekötéshez szükséges a tudomány által szállított információk tömege.
Ebben mondjuk csalódott, mert a trianoni és egyéb tárgyalásokon sok mindennel foglalkoztak a döntéshozók, kivéve a tudományosan megalapozott dolgokkal. De a béke előkészítő iroda keretében óriási mennyiségű és szakmailag megalapozott anyag készült, amit később több kötetben, több nyelven ki is adtak. Oroszlán része volt abban, hogy 1920-ban az egyetemi közgazdaságtudományi kar megalakulhatott. Óriási volt a konkurencia. Nagy tiltakozások voltak, hogy ezt nem kell létrehozni, és Teleki tulajdonképpen személyesen vitte végig, hogy erre szükség van. Tehát nagyon korán felismerte, hogy a közgazdász képzés milyen fontos az ország szempontjából. Hát az igaz, hogy abban az időben volt egy olyan mondás Magyarországon, hogy közgazdászról úriember nem fog kezet. Talán most se kéne, de ezt most csak magunk között mondtam. De nagyon fontosnak tartotta, hogy legyen egy közgazdász képzés. Négyszer volt dékánja ennek a közgazdasági karnak, amikor később egyesítették a műegyetemen, akkor egyszer pedig rektora is volt. Új intézeteket hozott létre. 1924-ben a Szociográfia Intézetet, ennek a feladata elsősorban Magyarország társadalmi-gazdasági problémáinak a kutatása volt, és 1926-ban pedig a híres Államtudományi Egyetem megalapítása. Ennek a feladata pedig az elszakított területek kutatása, információk összegyűjtése. Mind a két bécsi döntésnél barátozás volt. Nagyon fontos volt, hogy a magyar fél tudományosan megalapozott információk tömegével tudott előállni. Az első bécsi döntésnél teljes egyértelműséggel jelentkezett, és ezek az összeállítások az Államtudományi Intézetben készültek. A Magyar Földrajzi Társaság főtitkára 1911-1923-ig. És amikor miniszter és miniszterelnök 1920-as évek elején, akkor is ténylegesen betöltött a főtitkári szerepet. Ami tudjuk, hogy egy társaság az a legmunkásabb. Az elnök reprezentál a főtitkár, hogy a titkár dolgozik. Én csak betegsége miatt mondott 1923-at erről. Végezetül röviden, akkor mi volt Teleki Pál? Politikus, geográfus vagy geográfus politikus? Eltérjek a vélemények. Ugye Csolnoki írja valahol, hogy volt olyan vélemény Telekiről a maga korában is, hogy Teleki dilettáns volt a földrajzban is, meg a politikában is. Úgy gondolom, hogy ez az ellenség hangja. Valójában másról van szó. Arról, hogy a politikus és a geográfus Teleki nem választotta egymástól. Teleki politikai döntéseinek a hátterében mindig ott voltak, vagy sokszor ott voltak a földrajzos ismeretei. És az, hogy a geográfiát hogyan látta, elsősorban a politikai földrajznál, abban pedig a geográfusi habitusa, a geográfusi mentalitása mindig ott volt. Így kerek a világ, hölgyeim és urak, Teleki Pál világ. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a Lény professzornak. Rutinos előadó, azt észrevehettük, de éppen bele is mondta, hogy Teleki talán nem volt az. Ugyanakkor viszont számunkra aztán nagyon közérthető és nagyon érdekes módon adta, és remélem a Teleki család tagjai számára is tartogatott érdekes információkat.